Buenas noches, damas y caballeros! Madrid, 1987! Vérpesdítő spanyol hangulat a Krúdy kamarában. A Pedro Almodóvar kultikus filmjéből készült Nők az idegösszeomlás szélén című musical premierjére készül a Móricz Zsigmond Színház társulata. A helyszín a 80-as évek Madridja, a főhős pedig Pepa, a másodvonalbeli szinkronszínésznő, akit szeretője Iván elhagy. Hamarosan beállít Pepa barátnője is, akinek barátjáról kiderül, hogy terrorista. De felbukkan többek között Iván neurotikus exneje is. A káosz elkerülhetetlen, ahogy nevetésben és megindító pillanatokban sincs hiány. Igazából az az állapot, vagy az a helyzet az őrült, amiben találjuk ezeket a nőket, és azért könnyű velük azonosulni, mert ők maguk teljesen hétköznapi alakok, olyanok, mint te vagy én. Tulajdonképpen még az sem feltétlenül érdekes, hogy férfiról vagy nőről van szó, hanem olyan emberek, akiket ér valamilyen váratlanság, amire nem számítanak korábban. Biztos alapjuk, kapcsolatuk, amire támaszkodnak, egyszer csak megszűnik, elfogy így az út a lábuk alól, és talán ez az az élmény, amivel mindenki tud azonosulni, vagy mindenkinek az életébe jöhet olyan pillanat, amikor csalódik valamiben, amire alapozta volna az egész jövőjét. A fordulatos történetet a pezsgő és színes látvány mellett a latinos hangulatú zene is kiegészíti. Van egy kamarazenekarunk, akik Tamás Attila vezetésével segíti a produkciót, és nagyon fontos az ő jelenlétük, hiszen tulajdonképpen végig együtt élnek a színészekkel, és végig együtt lélegzik az énekes és a zenekar. Ez egy nagyon fontos eleme a történetünknek, és hogy is mondjam, meglehetősen nagy kihívás a zenei anyag, de hál' Istennek lehet bízni a színészek tudásában. A musical főszerepét Szabó Nikolett alakítja, a férfi kultszereplő pedig Ijés Ákos. A színdarabot április 26-ától láthatja a közönség a Krúdy kamarában.